Rosszabbak az esélyei Márkizai Péternek Orbán Viktor ellen, mint az előválasztás elején Karácsony Gergely számai mutatták. Ez derül ki a nézőpont kutatásából. Orbán Viktor ráadásul növelte a támogatottságát. Júniusban a válaszadók 49%-a, most viszont már 54%-a választaná miniszterelnöknek. Jönnek az elemzés további részletei Imre Balástól és vendégétől. Jó reggelt kívánok a nézőknek, szervusz György, így van elemezünk. Itt van velünk Erdély Rezső Krisztián, a nézőpont intézet elemző. Ja, jó reggelt kívánok önnek is. Jó reggelt kívánok. Készítettek egy felmérést, és ebből egy számos következtetést le tudtak vonni. Nézzük először azt, hogy ugye május közepén kezdte a Karácsony Gergely főpolgármester nagyjából ugye a kampányát. Azt állapítják meg ebben az elemzésükben, hogy nem nagyon tudta dinamizálni, mozgósítani a baloldali szavazókat. Miért nem? Hogy látja? Valóban az jól látható volt május elejétől egészen a visszalépése napjáig, hogy nem igazán tudott dinamikát vinni a, a miniszterelnök jelölt jelölti kampányába bármilyen fogra ezt, ezt így a szót kimondani, azt láttuk, hogy több olyan probléma volt, akár a, az angol nyelv tudásával, akár a, a betöltött állásával kapcsolatos a polémiák, hogy most volt egy jogosultsága betölteni, nem volt -e jogosultsága betölteni, de a legnagyobb problémát azt talán az okozta, hogy a, ugye Karácsony Gergely egy hivatalban lévő főpolgármester, tehát neki lehetősége volt és lehetősége van bizonyítani, a, ha úgy tetszik, a kormányzó képességét Budapestnek a vezetésével. És ennek a, a képességnek a, a mutatása, a, ebben volt némi hiátus, vagy érződött némi hiátus, elég, ha gondolunk a budapesti, a Budapesten fennálló folyamatos dugókra, vagy elég, ha gondolunk az összecsúszott és egyébként drágább felújításokra, mint azt eredetileg tervezték. Ezek egy Karácsony Gergely volt már egyszer jelölt, 2018-ban az MSZP párbeszéd jelöltje volt, és akkor sem nyert. Tehát ilyen szempontból azért újra kellett valahogy őt felépíteni. Kérdés, hogy hogy a mostani kampány? Ez egy érdekes kérdés, önök többször a nézőpont részéről megmérték egyébként Karácsony Gergely népszerűségét a nyáron. Készítettünk egy ábrát ezzel kapcsolatban, ennek az ábrának egyébként két része van, ezt most meg is mutatják majd a kollégáink, a kedves nézőknek, és egyrészt azt láthatják itt a baloldali részén az ábrának, ugye ez a nyári május-júniusi felmérés, hogy Karácsony Gergely, ugye zölden lehet látni, hogy 21%-on át Orbán Viktorral szemben. Mit mértek, és hogy sikerült ön szerint a kampánya Karácsony Gergelynek? Ugye a kérdésünk az az volt, hogyha a választókorú lakosság felé, hogyha ők döntenék el, hogy kit választanak miniszterelnöknek az akkori két jelölt közül, tehát Orbán Viktor és Karácsony Gergely közül, akkor kire adnák a voksukat. Ugye azt láttuk, hogy 49% támogatná a kormányfőt, Orbán Viktort, és 21% Karácsony Gergelyt. A, ugye azt érdemes megegyezni, és ez látszik mind a két ábrán egyébként, hogy Orbán Viktor támogatottsága az folyamatosan az abszolút többség környékén van, 49 és 54-55 között váltakozik, míg Karácsony Gergely soha nem tudott 28 pontnál kisebb különbséget hozni Orbán Viktorral szemben. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan 20 de inkább alatta volt a támogatottsága. Ez nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy a tevékenységének a megítéléséhez kapcsolódik, hiszen ahogy ön is említette, 2018-ban ő már volt egyszer miniszterelnök jelöltje az ellenzéknek, akkor nem ilyen sikerrel, valamilyen módon újra kellett az ő kampányát dizájnolni, és erre egyébként egy kiváló lehetőség lett volna a főpolgármesteri tisztség, hiszen lett volna lehetősége azt bemutatni a választópolgároknak, hogy megválasztottak egy tisztségbe, és ezt a tisztséget megfelelően is jól és a ti érdeketekben el tudom látni. Ennek az ellátása nem igazán sikerült, ahogy látjuk a főpolgármesteri a elmúlt időszakban. És akkor készítettek egy másik felmérést, ami azért érdekes, mert ezt a baloldali előválasztás második fordulója után csinálták meg ezt a felmérést, és ebből jól látszik, megint kérem szépen a kollégáimat, hogy mutassuk meg ezt az ábrát, ez meg a jobboldali része az ábrának, ahol kékkel jelölik ugye Márkizaj Pétert, aki megnyerte a baloldali előválasztás miniszterelnök jelölti részét, ugye 23 százalékon áll, míg Orbán Viktor ugye a nyári számokhoz képest is növelte 5 kal a saját népszerűségét. Mit miértek? Márkizai Péterrel kapcsolatban, akkor nézzük meg ezt. Valóban, ugye almát az almával hasonlítottunk össze, de ugyanazt a kérdést tettük fel, hogy Orbán Viktor, illetve Izai Péter közül kit választanának miniszterelnöknek, és azt látjuk, hogy az olló az nem, hogy szűkült volna, hanem nyílt. És ennek ugye két oka van. Az egyik az, hogy bár Márki Péter karácsony Gergelyhez képest a nagyobb támogatottsággal rendelkezik a felmérésben, ugyanakkor a, ez a támogatottság, ez aktivizálta a kormányfőnek, tehát Orbán Viktornak a szavazóit is, és ezért van az, hogy egy valamivel nagyobb távolság alakult ki a két jelölt között, mint az előző felmérésben, hiszen azt látjuk, hogy aktivizálólag hat a jobboldali kormánypárti, vagy inkább azt mondom, hogy a kormányfőpárti szavazókra Márkizai Péternek a, a fellépése. A, ugye egy érdekességet még megjegyeznék, mert ez nagyon fontos, a, a korosztályi sajátosságokat. Ugye folyamatosan azt hallani a, a baloldal részéről, a politikai baloldaltól, hogy Márkizai Péter szavazói alapvetően fiatalok. Ez annyiban mindenképp igaz, hogy ha megnézzük a 30 év alattiakat, akkor Márkizai Péter támogatottsága sokkal nagyobb, mint Karácsony Gergelyé volt. Ugye Karácsony Gergelyi 21 százalék, Márkizai Péteri pedig 29 De a némileg árnyalja a képet, hogy a 30 év alattiak esetében is 38, illetve 39 százalék a kormányfő támogatottsága, tehát jóval magasabb, mint akár Karácsony Gergelyi, akár a Márkizai Péteri, illetve még egy korosztályi sajátosság, hogy a 60 év felettiek, akik ugye a lélekszámukban is jóval többen vannak a társadalomban, mint a 30 év alattiak, meg egyébként a politikában aktívabbak is, ott pedig 61% az Orbán Viktor támogatottsága Márkizai Péterrel szemben. Márkizai Péter a baloldal miniszterelnök jelöltje. Nézzük meg őt egy picit tüzetesebben ugye az elmúlt időszak kijelentései alapján. Ő egy abszolút jobboldali konzervatív embernek vallja magát, politikusnak vallja magát, és így próbálja bemutatni őt a baloldali vagy ellenzéki kormánykritikus sajtó is. Ehhez képest egyre több olyan nyilatkozata lát napvilágot, amely abszolút baloldalinak tűnik, vagy a program eleme is baloldalinak Tűnnek. Ugye egyrészt tagadja Soros György szerepét a migráció szervezésében, ezt az utóbbi időben többször is egyértelművé tette, azt állítja, hogy az amerikai spekuláns nem akar migránsokat hozni Magyarországra, és ugye nemrégében adott a CNN nevű amerikai hírtelevíziónak egy interjút, és abban beismert, hogy be fogja engedni a migránsokat Magyarországra, majd az október 23-i, tehát szombati beszédében ismét Soros Györgynek a védelmére Helt, ugye egy olyan mondatot mondott Márkizaj Péter korábban, hogy hát soros, nem tudom, hogy akart vagy nem akart behozni, de egyet sem sikerült Magyarországra behozni egy nyomorult migráns sem. Ezt mondja Márki Péter, mit gondol erről? Az utolsó mondat az a 2015 ös esemény igényében igazán érdekes, aki itt él fővárosunkban, vagy akár látta híradásokat 2015-ben azért ő látta hogy milyen állapotok voltak a keleti pályaudvaron 2015-ben, és ezért a Soros Györgyhöz kapcsolódó szervezeteknek orosznál részük volt abban, hogy azok az állapotok nem csak Magyarországon, de egyébként egész Európában Kialakulhattak, hiszen a beérkező migránsok végcélja az valóban nem Magyarország volt, hanem Magyarország egy ilyen átkelő vagy tranzitország, amelyen keresztül a nyugati, illetve északi jóléti államokba szerettek volna eljutni, és egy részük el is jutott egészen addig, amíg a magyar-szerb határa nem építette meg a kormányzat a kerítést. A másik, ami a kérdés másik részét illeti, Ugye ő valóban egy jobboldali konzervatív politikusként igyekszik eladni magát. Na most a migráció szerintem a legjobban arra, hogy ez azért nem teljesen igaz. Tehát, hogyha ha a migráció kérdését kezeljük konzervatív vagy keresztény demokrata szemszögből, akkor alapvetően az lenne a migrációra válasz véleményem szerint, hogy ezeknek az embereknek ott, ahol ők élnek, és ott, ahol a szüleik éltek, ott, a nagyszüleik éltek, ott adunk nekik segítséget, oda viszünk, ott nyújtunk nekik segítséget. Létezik erre megoldás, tehát létezik erre program, hogy a hadutaljak a Hungary Hubs programra, amit a magyar kormányzat visz évek óta a különböző a migráció által sújtott térségekben. Az nem egy jobboldali konzervatív megoldás véleményem szerint, hogy beengedjük őket Európába, és akkor majd vagy sikerül integrálni őket, vagy nem. Ez az egyik része. A másik része pedig azért egy jobboldali konzervatív politikusként, legalábbis egy magát annak mutató politikusként, mégiscsak azzal a, a pártrendszerrel kell majd együttműködnie már a kampányban is, a DK-val, az MSZP-vel, akik azért a jobboldali konzervatív gondolkodásnak a legjelentősebb, nem csak politikai, de ideológiai ellenfele is. Eddig Rezső Krisztián, a Nézőpont intézetelemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm. Szép napot kívánok.